Tényleg meg fog bukni az Orbán? Most újra mindenkit ez a kérdés izgat, miután színre lépett a legújabb baloldali messiás. Messiás. Magyar Péter. Nagy körút népe újra lelkes, szerintük pillanatai vannak hátra a rendszernek. Ez tényleg engem a egyrészt az 56-os napjaimra emlékezett, és a 89-es év annyi eseményére. A baloldalon megint urrá lett a nagybetűs remény. Örülnünk kell, hogy van egy friss arc, aki fiatal, értelmes, és láthatóan sok embert meg tud szólítani. A Magyar Péter most ikon. Hogyan lett egy hónap alatt Magyar Péter gyakorlatilag az ellenzéki nyilvánosság legnagyobb reménye? Egyszerre van egy kompetenciát sugalló beszédmódja és története, hiszen ő látott belőle a nagy állami szervezetet, vezetett olyat. És ahogy megszokhattuk, a baloldali celebvilág tagjai bégető birkaként csatlakoztak az új pásztornyájához. Hí a haza! A kormányt női ügyekben állandóan felkérdező Mérő Vera már egyenesen államférfit lát az új csillagban, akinek hát finoman szólva is állítólag érdekes a kapcsolata az erőszakkal. De vajon miért és hogyan lett hirtelen mindenki Magyar Péter hívő a baloldalon? Tényleg egy agresszív, bántalmazás gyanújába keveredett figurába szerettek bele? És végül a legfontosabb kérdés, valóban veszélyt jelenti a NER-ből kiugró slimfit zakós megváltó és divatguru Orbánra és a rezsimre? A mai műsoromban ezekre mind választ fogok adni. De kezdésként érdemes azt megnézni, hogyan is került fel a térképre Varga Judit ex-férje. Hallom és olvasom a kórust, Magyar Péter üstökösként robbant be a politikába. Jól hangzik, csak hogy egy baj van vele, nem igaz. Hogy miért állítom ezt? Elmondom. A baloldali értelmiség és média elit nagy mestere a társadalmi mérnökösködésnek. Főleg fontos választáshoz közeledve. Emlékszik még valaki 2018-ra? Azt mondták, csak úgy lehet leváltani a Fideszt, ha azokra a jelöltekre szavaznak az emberek az egyéni körzetekben, akiket ők mondanak. Ez volt a híres technikai szavazósdi. Ez az oldal, amit minden ellenzéki szavaznak meg kell keresni, annak érdekében, hogy megtalálja az esélyes ellenzéki jelöltjét. De ugyanilyen lelkesedéssel nyomatták azt is, hogy Simicska atombombái fogják felperzselni Orbán rendszerét. De lelkesek voltak, Istenem. Tudjuk a Simicska-Jósféle atombombáknál, hogy ez lehet, hogy megvan. 2022-re aztán teljesen összeboronálták a baloldali pártokat, Jobbikostól, Gyurcsányostól, Momentumostól. És mi volt a közös a technikai szavazásban, a Simicskista atombombákban, az összefogásban? Hát, hogy ugyanaz a balos elit tolta és mindig kormányrobbantó eszközként tálalta. Ja, és még valami, soha nem jött be. Győztünk. Hatalmas győzelmet arattunk. Sőt, a Fidesz egyre több és több szavazatot kapott. De szemmel láthatóan nem érdekli a magát mindenek felett állónak tartó kasztot. Annyira gőgösek, hogy saját pártjaik helyett időnként képesek új emberért rajongani. 2021-ben Márki-Zay Pétert, most pedig Magyar Pétert emelték fel. És ezt még csak nem is én mondom, hanem egy baloldali elemző. Azt láttuk az elmúlt hetekben, hogy az ellenzéki sajtó saját pártjaival szemben, úgy tetszik, megcsinálja másodjára a Márki-Zay trükköt, hogy mindez idáig azt mondtuk, hogy ti, de most itt van valaki, aki kevésbé büdös nekünk, aki bármi jobbozik, és ráépítik influencer módszerekkel a létező ellenzék tetteire. Egy szűk balos elit, média, celeb és egy nyúlványok gyakorlatilag hosszú évek óta terrorizálják és tematizálják a baloldali közbeszédet. Ők jelölik ki mindig az aktuális megváltót. Ez a hisztérikus kemény mag online és offline is gyakorlatilag túlszúr tartja az ellenzéki közönséget. Tehát azok, akik 21-ben képesek voltak váltesszé avatni egy Márki-Zay Péter nevű versenyzőt, most belelátják Magyar Péterbe azt, hogy azt fogja megváltani a hazát. De mi is ebből a lényeg? Hát az, hogy Márki-Zay Péterhez hasonlóan Magyar Péter nem berobbant, hanem Magyar Pétert berobbantották a magyar politikába. Ugyanazok. Ugyanazzal a forgatókönyvvel. Nézzük meg a receptet. Először is mindketten orkán erejű média támogatást kaptak. Csak egy apró tény. Honnan is indult a felemelkedésük? Ugyanarról a helyről, a Partizán stúdiójából. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Márki-Zay Pétert. Szervusz, köszönjük, hogy eljöttél.
Szervusz, Marci. Szervusz Péter, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Jó estét, szervusz. Később mindkettőjükről futószalagon gyártották a szemérmetlenül lelkendező szalagcímeket, sorozatban jelentették meg a velük készített alákérdezős nagy interjúkat. A munkamegosztás részeként a nemzetközi média is beszállt a sztárcsinálásba. 2021. októberében a BBC még Márki-Zay Péter útját egyengette, azt csugalmazva, hogy hatalmas veszélyt jelent Orbánra nézve. És mi történik most? Ugyanez, csak a Messiás nevét cserélték le. A BBC-nél már Magyar Péter a Fidesz rendszerre leselkedő első számú veszély. Miután a sajtójuk elvégezte a piszkos munkát, a baloldali celeb világ tagjai büszkén vonultak be az új reménység mögé. A baloldali elit ismét árulni kezdte a megváltást. Magyar Péter tehát leginkább egy megkreált valaminek tűnik nekem. De megkérdezem erről Deák Dani politikai elemzőt, mit gondol a magyar jelenségről, hogyan értékeli magyar színrelépését és annak körülményeit. Magyar Péter egy baloldali médiatermék, ugyanúgy tolták őt a balos lapok, mint a korábbi megváltókat. Hoztam is számokat erről, például 1055 cikket írtak róla a baloldali lapok március 16-áig, és több mint 3000 Facebook bejegyzést tettek közzé Magyar Péterről a balos lapok, de megközelítőleg 300 videót is készítettek róla. Ez nagyon nagy munka, nagyon sok cikk, és egyáltalán nem véletlenül. És figyeljétek meg, ugyanaz a balos értelmiség, amely korábban a Momentumot, vagy például Karácsony Gergelyt népszerűsítette, reklámozta, most Magyar Péterre lett kivezényelve. Igen, de akkor fel kell tennünk a kérdést, miért is építi gőzerővel Magyart a baloldali elit? Hát pontosan azért, amiért Márki-Zayt. Rajta keresztül szeretnének hatalomra kerülni. És ez lenne a forgatókönyv második eleme. Előre tolnak egy látszólag középen álló, látszólag jobboldali politikust, aki mögött persze ott ácsingózik a teljes hatalombágyó baloldal. Lengyelországban éppen így a jobb középről buktattak kormányt, most Magyarországon álmodoznak erről. Már mielőtt a Donald Tusk hivatalba lépett, vagy legyőzte a Kaczynszkijékat, már akkor mindenki érezte Magyarországon, hogy ezt a szélső jobboldali magyar regnumot jobb középről lehet kihívni és leváltani. Úgy kalkulálnak, hogyha egy látszólag jobboldali, centrista jelöltet tolnak maguk előtt, azzal meg tudják szólítani a Fideszből kiábrándult szavazókat. De létezik-e egyáltalán ez a réteg? Járjunk utána kicsit ennek a kiábrándult fideszes mitosznak. A Median legfrissebb közvéleménykutatása szerint, hogyha Magyar Péter pártot alapítana és most elindulna a választáson, akkor az ellenzékieknek a 21%-a, míg a kormány pártjaknak csupán a 2%-a szavazna rá, tehát a kiábrándult fideszeseket megszólító Magyar Péternek a legendája csupán egy nagy lufi. Hát ez meg is mutatkozott a március 15-i rendezvényén. Csalódott fideszesből kb. Nulla, baloldaliból annál több jelent meg a nemzeti színekbe csomagolt One Man Show. Ellenzéki szavazó volt az elmúlt 14 évben? Csak az volt, igen. Ellenzéki szavazó voltál? Igen, mindig. Jobboldali szavazónak tartja magát? Nem. Baloldali vagyok. Ezt még a Mérce sem tudta letagadni, azt írták, hamar kiderült, hogy a kiábrándult fideszesek már megint az óperenciás tengeren is túl maradtak, csak elkötelezett ellenzéki emberekkel találkoztam a tömegben. De a Telex szerint is nagy átfedés volt a baloldali rendezvények közönsége között, idézem, sokan mentek át Magyar Péter zászló bontásáról Karácsony Gergely tüntetésére. Hát gyerekek, mindegyik messiás sónak ugyanez lesz a vége. Akárhogy szerelik össze a lámpa belet, ezeken a tüntetésen, mindig csak az SZDSZ jön ki. Szóval ebből a projektből is ronda kudarc lett. A csalódott fideszesek, ha vannak egyáltalán ilyenek, olyan messziről elkerülték Magyar Péter zászló bontását, mint becsületes családapa a rossz hírű kuplerájt. A baloldali B-közép tagjai ennek ellenére is kitartóan rajonganak Magyar Péterért, pedig azt sem tudják igazán, ki is az ő megváltójuk. Ezzel szemben Magyar Péterről nem tudjuk, hogy kicsoda. Halleluja! Baszki! Már is kurva jó! Biztos, hogy jó ötlet volt beállni egy ismeretlen mögé. Egyáltalán feltették-e maguknak a kérdést, kicsoda valójában Magyar Péter? Szerintem nem. De akkor segítek én, összefoglalom a lényeget, ha már ők nem mernek utána járni a kérdésnek. Magyar Péter legnagyobb előnye idáig az volt, hogy senki nem hallott róla.
akit ugyanis nem ismer az ember, arról nem is lehet rossz véleménye. Magyar eddig szépen, csendben eléldegélt, párosával iszogatta a koktélokat, legnagyobb gondja az volt, hogy reggelente melyik slimfit zakót vegye fel. Nem nagyon kellett erőlködnie, és még a szerencse is mellé állt, el tudta venni Varga Juditot, akinek a farvizén akart valaki lenni a NER-ben. Amúgy mindig is fura és kicsi fejletlen kiskamasz benyomását keltette a miniszterasszony mellett. Mégis az látszott rajta, hogy sokkal inkább lenne miniszter vagy miniszterelnök, egyik sem volt, ami nyilván dühítette, ahogyan az is, hogy soha senki nem vette komolyan. Maradt neki a focista feleség szerep, legnagyobb sikere az volt, hogy ő írhatta a felesége posztjait. Ilyen egy igazi férfi, meg olyan, aki helyett a felesége dolgozik. És valóban, amikor kiköltöztünk 2009-ben Brüsszelbe, utána fél évig otthon voltam. Magyar Pétertől nagyjából annyira távol áll a polgári létforma, mint Gyurcsány Ferenctől a nemzeti büszkeség. Irítség, gőg, sértettség, híjúság és kivagyiság mind egyszerre jellemző. Hogy egy klasszikust idézem, vagyis inkább magamat, ha nem akarták, mert nem akarták, hogy Táncsics Mihály legyen belőlem. Az ilyen mixből pedig nem igazán szokott jó dolog kisülni, és hát nem is sült ki ebből semmi jó. Ugyanis a baloldali celebek és a balos elit új megváltójáról elterjedt a hír, talán nőbántalmazási ügybe keveredhetett. Magyar mindenki előtt arról írt közösségi oldalán súlyos vádak fognak megjelenni róla. Családon belüli erőszakról, rendőri intézkedésről értekezett. Az ügy ekkor még nem létezett, magyar előre menekült, ezért hozakodott ezzel elő. De az ügy akkor vált igazán érdekessé, amikor volt felesége egy kapcsolati erőszakról szóló kisfilmen reagált Magyar Péter posztjára. Ezt nem lehetett félreérteni. Magyar válaszul megüzente a feleségének, hogy leveszem rólad a kezem. Nem azért, de ilyesmit a bántalmazók szoktak mondani. És ezt még csak nem is én mondom. Most már leveszem rólad a kezemet. Igen. Ami egyébként a tipikus bántalmazó szöveg. Hála Istennek. Ezek után a HVG egy oknyomozó cikkel állt elő, ami egy titkos rendőri jelentésen alapult. Az írás szerint annyira eldurvult férjével a kapcsolata, hogy Varga Judit egyik alkalommal rendőri biztosítást kért a lakásához. A kirendelt rendőr szerint a miniszter félt és nem érezte biztonságban magát. Jelentése alapján meglehetősen feszült volt aznap a hangulat, Magyar nem akarta a feleségét kiengedni a lakásból, azt kiabálta, majd megbánod még ezt, úgysem hisznek majd neked. Az egész kormány bele fog ebbe bukni, óriási botrányt csinálok ebből. A rendőrségi jelentést egyelőre még nem hozták teljes egészében nyilvánosságra. Ezért elég sok a kérdőjel az ügy körül, de az eddigi tények alapján is sokan úgy vélik, hogy itt bizony kirajzolódni látszik egy súlyos bántalmazási botrány. Egy egyértelmű bántalmazó helyzet, egy olyan lelki bántalmazás minimum megtörtént, aminek nem szabadott volna megtörténnie. Na, ezek után nagyon kíváncsi leszek a Magyar Péterért tiniként rajongó baloldali értelmiség reakciójára. Vajon szertefoszlik-e a rózsaszín köd, vagy olyan szoros az érzelmi és a gazdasági kapocsa friss szerelmesek között, hogy tűzön vízen át kitartanak egymás mellett. De van egy ennél is izgalmasabb kérdés. Kik a felelősök azért, hogy egy nőbántalmazás gyanújába keveredett ember lett a baloldal új megváltója? Egyesével meg fogom nevezni a felelősöket, de hanáljak meg egy pillanatra a végkifejlett előtt. Mielőtt folytatnád a videót, arra kérlek, iratkozz fel a Patriótára, kapcsold be az értesítést, majd miután végignézed, lájkold, oszd meg a tartalmainkat, és vegyük sorra a neveket. Kezdjük a sort a baloldal ünnepelt sztárjával, Mérő Velával. A feminista jogvédő pár hónapja még sajnálkozott, hogy kevés bántalmazót zárnak börtönbe. Sajnos ilyen azért nagyon ritkán történik Magyarországon, az esetszámhoz viszonyítva sajnos nagyon ritkán, hogy valakit elítélnek kapcsolaton belüli erőszak, vagy családon belüli erőszak miatt. De vajon ő mikor fogja megvonni a támogatását Magyartól, akit pár napja egyenesen kész, megérkezett államférfinek nevezett? Vagy ebben az esetben nem az áldozatnak, hanem inkább a férfinak kell hinni, aki elől a felesége a három gyermekkel ismeretlen helyre menekült? Milyen érdekes, a mindig aktív és hangos Mérő egyelőre csendben van, nem kezdett el önérzetesen, hisztizve toporzékolni, meg követelőzni. Persze nem csak neki van felelőssége a kialakult helyzetben, hanem a teljes baloldali pereputynak, médiástól, celebestül. Nagy Ervin szemérmetlenül azzal dicsekedett, ő szolgálta először az új messiást. Minden méltóságát levetkőzve Márki-Zay Péter után Magyar Péter szekerét kezdte eltolni. Magyar Péter mit tud, amit más nem? Nem tudom, olyan értékrendet képvisel, amivel én egyetértek. Ezek után túl nagy arcvesztés lenne kihátrálni a magyar projektből. Mégis mit szólna ahhoz, ha feleségével, Borbély Alexandrával történne olyasmi,
mint Varga Juditta. Természetesen ott csápolt a tömegben a feminista kiszólásairól ismert Pankotai Lili is. Annyira jól érezte magát, hogy most már egyenesen Magyar Péternek vallja magát. Arról persze meg mélyen hallgat, hogy milyen ügybe keveredett. A baloldali média tagjai eddig megváltást árultak, de most hivatalosan is csatlakoztak az általuk teremtett megváltóhoz. Ismerős a mondás, nem? Rablóból lesz a legjobb pandúr. A teljes balos média spektrum olyan lelkesedéssel számolt be a megváltó március 15-i ige hirdetéséről, mintha egyszerre éltük volna át 1956-ot és 1989-et. A 24.hu hiteles forradalmárt látott bele magyarba, a 444 meg nem szarozott és egyenesen a dűnéből merítve célozgatott arra, hogy új hősük maga a messiás. Talán senki sem tud úgy rajongani a focista feleségből politikus jelölté előlépett magyarért, mint a 24.hu-s Kernel Zsolt. Szerint a nőverés gyanújába keveredett reménységnek csodálatos a kisugárzása. Szerintem a Magyar Péter vonzerejében nagyon sok van abból, amit már korábban is említettünk, hogy nem veszített még. Nem tűnik vesztesnek, külsőre se tűnik vesztesnek, nem is beszél hisztérikusan. Vajon Kernernél vesztette a vonzerejéből Magyar Péter? Nem vagyok benne biztos, nem látom azokat az elhatárolódó nyilatkozatokat. Természetesen a messiás gyártásban főszerepet vállaló telexesek is megünnepelték magyar, és persze saját magukat. Itt a felvétel, itt lehet látni, amint a munkatársuk Krajnyák Luca várja a beszédet a tüntetésen. Kitett magáért az egykori 444-es Magyari Péter is, aki új lapjának podcastjében vallott szerelmet a baloldali népmesei figurának, Magyar Péternek. Szerintem eddig tök jól csinálja. Az emberek láthatóan lelkesedtek. Egyszerre van egy kompetenciát sugalló beszédmódja és története. Nem csak az új komcsik, hanem a régi komcsik is leborultak az új messiás nagysága előtt. A nemzeti trikolorral borított színpadhoz kivezényelt baloldali keménymag Koncz Zsuzsa dalára melegített. De volt MSZMP-s Bolgár Gyuri bácsi sem akart kimaradni az össznépi lelkendezésből, a szokásosnál is behizelgőbbre vette a figurát. Ügyes, tehetséges, jó politikai érzéke van, szimpatikus, megnyerő. A videóm elején azt ígértem, megválaszolom a kérdést, megbuktathatja a Magyar Péter Orbán Viktort és rendszerét. Szerintem az előzőekből logikusan következik, erre akkora esélye van, mintha oxigén palack nélkül akarna felmászni a Himalája csúcsára, sem ekkora. És ezért Magyar Péter lenne a hibás? Nem, közel sem. Magyar Péter csak egy öntelt, nagyra vágyó, átlagos ember, akivel elhitették, hogy valaki. Mérhetetlen gőgje, büszkesége és hiúsága miatt tudták kihasználni. Ő egy egyszer használatos, kidobható szerencselovag, akire pár hónap múlva senki nem fog emlékezni. Az igazi felelős az őt kitermelő baloldali értelmiség és médiaelit. Ne finomkodjunk, csúnyán állították megint a baloldali közönséget. Hamisan árultak reményt. Az általuk felépített modell ugyanis működésképtelen és hazug. Az úgy nem fog menni, hogy felülről próbálnak meg ráoktrojálni reménységet a pártjaikra. Egyedül akkor lehet változás a baloldalon, ha valaki alulról ki tudna emelkedni a többiek közül. De elnézve a felhozatalt Kunhalmi Ágnestől, Cseh Katkán át, Karácsony Gergelyig, ez nem lesz egyszerű feladat. Azt hiszem, kimerítően kitárgyaltuk a Magyar Péter jelenséget. Már ennyi volt az Apáti Reagál, jövő héten ismét találkozunk, addig is figyeljétek a Patriót. Tehát jövünk a szuperebbnél szuperebb tartalmakkal. És ha tetszett a műsorom, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, rányomni a csengőre, és lájkolni a videót. Sziasztok!